Éppen megérkeztünk az Ahito dzsungelbe, itt a KO The Kangaroo-ba, úgyhogy kezdjük is a maxolást, vagy inkább folytassuk, ugyanis ott tartok már, hogy az első világ a Hupalu szigeten 100%-os a teljesítés. Most kezdem itt a dzsungelt, és akkor összegyűjtünk mindent. Már az átvezető videót megtekintettük, hogy mi itt a helyzet. Egy Jaya-Baya valami ilyesmi nevű nagy majmot keresünk. Illetve, amit mi itt keresünk, az 2 tekercs, 3 rúna és 7 darab kristály. Habár a 3 rúnát az nem biztos, sőt, hát az eddigi tapasztalatok alapján nem lehet egyből megszerezni, hanem majd később. Amint pályákat teljesítünk, akkor fognak feloldódni, de akkor a többi dolgot, tehát a tekercset és a kristályokat meg lehet egyből szerezni. És itt is vannak akkor az ellenfelek. Jaj, ezek nem ellenfelek. Oké. Lehet, hogy Jaya-Bayan a kéme viselkedj normálisan. Várj egy kicsit, szerintem az a nyúl hallgatózik. Ez nem is nyúl. Na jó, itt az első tekercs, aztán itt további kristály, itt még egy tekercs, aztán ott lent látok, még az elég jól kiemelkedik a vízből. Jó, a víz folyása pedig ott úgy mutatja a fához halad, habár honnan érkezik. Ú, vízesés! Na jó, hát vízesés mögött tudjátok mi van. Minden rendes játékban valamilyen titok. Hú! Na jó, akkor ez a titok volt itt, egy kristály, illetve volt nekünk itt egy szép. Oké, láda, rendben. Akkor a ládából gyűjtöttünk újra dukátokat, már több mint 1000 van, úgyhogy megint vásárolhatok. És akkor itt van egy világ, ez itt a Majom Park, 17 szükséges, 17 darab rúna. Majd akkor megyünk egy szerzőnket itt. 3-at tudok, jelenleg nekem 13 rúnám van. Úgyhogy nézzünk még szép, menjünk oda föl, vagy maradjunk itt lent. Hát nézzünk szép. Oké, itt van a bokornál, itt van még egy kristály, aztán odafent látok még csillog, illetve egy másik pálya van, ami még itt elérhető. Ez melyik pálya? A folyami út, ide is 17, tehát akkor 17-tel lehet nyitogatni pályákat rendesen. Jó, aztán itt játszadozik a Maki, mi van még és ki van még itt, oda fel tudunk jutni, illetve ott van még egy lezárás, ott jobb szélen, lehet az lesz az a völgy, amit mondod nekünk, az egyik, hol is volt, aki eladta nekünk ezt a ruhát. Aki esetleg ezt a skint nem ismerni, akkor őt nagy szívesen átirányítanám a harmadik részéhez a KO sorozatnak, ugyanis abba fullon így nézett ki, egy az egybe így játszottam végig. KO 3, az a harmadik rész a trilógiában, a tűzhányó titka volt. Itt a sor nem látod? Micsoda? Milyen sor? Szevasz? Mi van itt? Láttad már az új Jaya Bomba reklámot? Nagyon ütős, hát azt a reklámot nem láttam, de megnézném szívesen. Itt mi a helyzet? A trónhoz megyünk föl. Dzsungeltrón, valahogy úgy tűnt nekem. Ennyi rúna? 23, tehát még 10 rúnát kell akkor megszerezni, hogy oda be tudjunk jutni. Itt lesznek majd a kihívásokat, el tudjuk érni még. És akkor azt mondja, mikor vannak még. Ja, ezek nem összetörhetők. Ott van egy rúna, ide lent, jó. Aztán ide lent van még valami, csak gyakorlás van. Jó, hát hadd gyakoroljanak, akkor azok box zsákok. És akkor itt van, na gyere, kit kell kihívnom egy harcra. Jó, mondjuk ezzel pedig átugorhatunk ide. Itt lazsálnak, jó van, pihenjetek. Én felveszem ezt a kristályt, és akkor ezzel megint tudok ugorni, dukátokat gyűjteni. Nézzük meg ezt a lila kaput. Ja, ez lesz lehet a tovább. Aha, Durán völgy. Jó, 14 megvan. A völgyet akkor így kinyitottuk, viszont hadd nézem már meg egy, kettő, kettő. Jó, akkor megvan minden, amit itt a dzsungelen belül megszerezhetek. A 2 rúna szerintem majd később fog elérhetővé válni. Menjünk, jönöm a Durián! Durián völgy. Jó, rosszul olvastam. A völgyet, azt jól mondtam. Nézd csak, megyünk akkor abba a gyárba. Durián itt a gyár.
Várjál. Jayabaya pályát váltott verésről vedelésre. Itt van egy. Segíteni kell neki. Valami magyarázatot kell keresni. Jó, akkor idáig megjöttünk, és itt a checkpoint. Csekkoljuk már le rendesen akkor, hogy hogy állunk. 3 betű, 4 rúna, 1 tekercs és 13 darab kristály van itt. Hú, na jó, akkor vágjunk bele, nézzük. Szabotáljuk a Jaya Bomba gyártást, tehát úgy nevezik azt az energiaitalt, vagy mint csinálás, fülmászás, jó, az igen. Ugorj fel a hálóra, hogy a füleiddel mászas rajta, hadd nézzem. Az igen. Ú, és milyen jó gyors, várj, vagy mit lehet. Figyelj, ekkora nyakom, figyelj. Jó, leszállni? Ja, jó, le is lehet szállni. Ó, de jó, mert volt a Crash, azt mondja, Wrath of Cortexben volt ilyen mászás, hát nem a fülével, de az olyan sokáig tartott, olyan lassan mászott, ott a durián cipelő? Vú, micsoda dobás volt itt nekünk a cipelőkeimmel, várjál csak. Akkor kicsit ugorjuk át, aztán hát le is ütöttük, úgyhogy annyi neki, ezt az ellenfelet legyőztük, ott egy pókháló, ezt talán jobb be tudjuk indítani, és akkor itt pedig tovább tudunk haladni, vagy arra tovább, úgyhogy inkább nézzük meg erre, oda fölfelé is, húha, nagy nyitott tér, akkor ez már a második világ. Több rejtek és érdekesség, gondolom. Majd meglegy. Hol ezekbe is finomság? Jó, akkor azokból is. Egy tekercs megvan. Az már mindenképpen nyerő. És itt van, lehet ez a durián völgy, ez maga ez a növény, nem? Vagy ez a gyümölcs, Még egy kristály, jó. Aztán, aha, lesz valami harc. Hogyha lejönnek, vagy csak dobálóznak. Jó, hát, várj. Le kellene őket onnan úgy szedni, és utána... Jó, az egész jól sikerült, de ott szúrós, kapaszkodj inkább, és utána... Nem hiszem el megint, már 2 szívemet leszedte. Legyőzöm ezt a kicsit, ne bántson, erre fel tudok kapaszkodni, fel. Hadd dobjon, várjunk. És utána... jó, sikerült. Itt van még egy töltés. Jó, vigyázz, ez robban. Bum! És aztán mehetünk. Jó, ott a K betű. Okés. Megvan a KO-ból. K. Jól néz ki. De jól néz ki amúgy ezzel a felszereléssel. Tényleg ez is nosztalgikus, vagy hát... Na jó, annyira nem nagy nosztalgia ez, hiszen hát nemrég játszottam végig, de azért mégis láttam az eredeti formájában, nem régiben, illetve most már ezzel az új kinézettel, ami annyiban új, hogy az új dizájn, és úgy van felöltöztetve azokban a ruhákban, a sapka és a nadrág meg a póló, ami volt a Tűzhányok Titka című részben. Nyaknyújtás, hát igen, erre úgy rájöttem, ahogy úgy próbálkoztam, vagy ezt, és utána még úgy lehet pörögni. Jó. Okay. Meg ez is elég gyors. Ez sem olyan lassú animáció, hanem úgy gyorsan haladhatunk, ahogy ezt kell. Ennek örülök. Jó, pörög a játék, pörög és megy, nézzük ott mi lesz, várj ott valami nagy arénam megint. Oda fogunk menni, nem mondod! Ott a lecsúszás. Meg valaki rádiózik. Vagy mi? És a pörgés közben még tudok mozogni is előre. De jó. Na az mondjuk a Crash 3-ban is úgy volt, hogy amikor pörgök, akkor meg kell állni, egy helybe tudok csak pörögni. Szóval ez így egész jó. Na menjünk, és akkor... Na ez is a Tűzhányó titka. Ez egy az egybe Tűzhányó titka nosztalgiázás. Hú, az a szigor... Bongo? Na gyerünk, bongókám! Mit tudtok? 4 ütés, 3 ütés elég? Bum! Jó, hát annyi bongó égnek. Le is győztük őket, na szerezzük a dukátokat.
Jó, welcome, micsoda felirat. Ott lesz egy rúna. Szerintem oda majd haladunk szépen sorba. Kiderül. Rendben, emlékezz, mit tudom, észre nem megy, old meg kesztyűvel. Ugye, idefen. Ja, itt van egy ilyen. Old meg kesztyűvel. Jó, oldjuk meg. Kesztyűvel, oda dobok egyet. Illetve oda dobok egyet. És azokra az ellenfelekre is dobhatok. Jó, az jó lesz. Oda dobok. Hát eltalálja, de... Már utána elkezd engem. Nem tetszett neki, aztán most már így dobálódik. Jó, hát innen le lehet így szépen óvatosan szednie őket. Csak egy kicsit tovább tart. Kettőt, hármat kell oda dobni. Jó, hát felőlem. Oldjuk meg, nem volt egyszerű, tehát el kellett szórakozni velük, amikor ott voltunk az oszlopoknál. Jó, az oszlop az nehezítette abba is például, hogy az oszlopok tüskések voltak, tehát óvatosan kellett ott mozogni, de így most nyugodtabb szerintem az egész helyzet. Jó, összedünk, és aztán itt megint olyan oszlopokon lettek volna, de megoldottuk okosban. Jó kis tip volt, ugye a szöveget úgy. A szinkront úgy csinálták, hogy akkor erre hívja fel a figyelmet örökké való aréna, pusztítsd a kristályt, részt vehess egy harci kihívásban. Ez a kristályról van itt? Wow. Örökké valós. Akkor őt leszedjük. Őt, és utána bum közép. Ez az. Ja igen, ez az ilyesmi volt az achievement, ami azt kérte, hogy egyszer öt... Wow! Mi volt az a táncos pelikán? Vagy mi volt az? Szóval volt egy olyan achievement, ami azt kérte, hogy egyszer öt ellenfelet azzal a támadással győzzek le. Ja, így kaptam még egy életet, és akkor azt megcsináltam a sötét erdőpályán, ahol ott bandáztak. Azon a pályán ott teljesítettem, és akkor a másik achievement, amit teljesítettem, az, hogy 20 darab életet megszereztem. Jó, ez is megvan. Tovább nyitjuk. Aztán erre gyanús az itt nekem, meg a vízesés mögé. Hát nem tudom, ide szerintem nem lejöhetek én ide? Vagy az ott? Nézzük meg. Na hát... Most ezt hogy vegyem így bele? Mondjuk úgy, hogy jól van a dolog. Csak a vízesés nekem tudjátok ott milyen. Meg az egybe ott volt egy olyan töltet, én arra gondoltam, hogy azért, mert itt majd valahogy megyünk tovább. De ez nem úgy történt, jó, semmi gond, akkor nem megyek arra. De attól még reménykedem abba, hogy nem hagytam ki semmit. Ettől függetlenül. Jó. Ez mit nyitott meg? Ja, az a visszamenetet? Itt volt egy kristály. Ott szerintem csak azokat a platformokat. Azt hittem az a kristály más nyit meg, mint ez, de szerintem ugyanaz volt. Szóval az változatlan. Viszont mehetünk úgy fölfelé. De azt akkor mielőtt fölfelé mennék, egyrészt a runnát megszerezzük, másrészt meg itt volt egy kristály oldalt. Úgyhogy, ja, ott látszik is, hogy ott tenni valahol van. Dukát, aha, itt van a kihívás, jó. Az első kihívás kút, vagyis ezen a pályán egyébként a negyedikről van itt szó. Az első volt egy ilyen harci kihívás. Utána pedig úgy látom, akkor ilyen platformos kihívásokat ad, aminek én nagyon örülök egyébként. Az azért a fő célja szerintem a csatornának is, illetve azok jobbak szoktak lenni. Tehát az jobban ki van dolgozva a platformozgatás, mint a harcolás. Mert itt szerintem bőven elég ennyi harc, hogy támadok, és akkor utána pedig nyomok egy olyan speciális támadást, azt szerintem teljesen jó és elég. Jó, okay. Tehát nem is kell szerintem túl bonyolítani, nem is kell, hogy túl sok élete legyen az ellenfeleknek, szóval ahogy mennyi. Csak lenne, vagy várjál. Hallod a kis csillogást? Hallatszik, jól van, hát így lehet megszerezni
mindent, menjünk ezekre, gyorsan végig. Hallottad, hogy jöttek a tüskék? Ja, meg itt is azt mondja. Házam. Jó, jó kis kihívás volt. Ezzel pedig így vége is, igaz? Jó, megyünk vissza. Másfél perc alatt. Oké, vissza a völgybe, és akkor... a betöltés az nagyon tetszik. Mármint, hogy olyan gyors, jó betöltési idő. Tehát ennek tényleg nagyon örülök, mert az a Spyro Reignited Trilogy-ba szerintem tovább tartott úgy, hogy betöltögette a pályát. Ezt szerintem ott tovább tart. De egyébként ez mire... Ja, oda. Csak nem volt ott... Ja, de! Voltak, jó, menjünk akkor oda. Tűzhányó titka, tüzes kesztyű. Ez pont jól illik ide. Szerintem ez nem véletlen, hogy ezt a skint adták most így elő a játékba. Szerintem direkt pont ezt a skin jöjjön ide ezekre a pályákra. Szerintem ez nagyon jó. Így ez a játék. Remélem sikeres lesz a fejlesztőknél, meg a kritikusoknál is. Nálam biztos, hogy sikeres, ezt fogjátok látni mostanság tőlem. 100%. Ez várható el. Jó, ott lesz egy láda. Itt meg valami kihívás. Na most kell akkor a vízese is megé menni. Aha. Majdnem, vagy... Vagy ne, vagy benne. Oda be lehet menni meg? Nem. De nem hiszem el. Most ez egy átverés volt tőlem. Na jó, de azért megvan, amit ott kellett szerezni, ha bár ott vissza lehetett jönni. Azt hiszem megvan a... Hogy írja 3x4. Akkor gondolom megvan. Szerintem megvan, ami szükségeltetett. A szív darabból. Jó. Így, de messze vagy! Kapaszkodj meg! Hú. Rizikós volt. De ez így megy csak platformer játékoknál. Bízni kell a képességbe. Jó, ott dobálózik, vigyázzunk. Azt mondja... Jó. És lelöki. Annyi. Na várjál, oda lent. És nézzük. Akkor ez megvan. Ó, ott dobál. Nem már. Erre fel kell. Ja, itt lehet feljönni. Elveszítettem olyan tűztókeneket. Ez a baj az ilyen halállal, hogy azt el tudjuk veszíteni. De hát ha lesz még, na várjál, itt ne essünk le. Jó, maradnak. Hát ugorjak már oda, mert mindig dobál. Meg a másik oldalt is lesz. Azt mondja, hogy hagyjam inkább ott. Mert az a biztos, mert itt már legalább valamilyen szinten... Jó, itt van egy. Ó, itt lefelé. Jó, habár. Ez itt a pókháló, az ábet. Valami sár volt ott, és visszatesz. Ja, hát itt így ide. Fel kell így kapaszkodni, ez kellett. Ne jó, és így megvan az álbeti. Jó, rendben. Akkor, hát itt azért segített a deszkák, hogy úgy ott voltak. Na várjál, akkor itt... jó, gyönyörű szépen. Megpróbáltam, de nem sikerült kikerülni. Na ott most mi volt? Még egyet dobott? Hú, de idegesítőek ezek, de hát második világ. Azért már jöhetnek ezek a kihívások, én azt mondom. Csak itt dobál is, meg üt is. Úgyhogy tényleg kellenek ezek. Kellenek innen a checkpointokból az életek. Megint egy kihívás. Jó, hogy gyűjtjük. Wow, és még egy kristály is. Rendben, ezzel kicsit gyakorlunk. Ebbe van életpont. Most jöhetne egy szívecske, nincs nála. Viszont azért volt jó pár
jó pár dukát, innen is, oké, és aztán az ötös kút, az ötös kihívás, jó van, na, akkor juss el pálya végéig, oké, szokásos kis, a pályára érkezel, de van egy rejtett dolog mögötted, és ott van a kettő, még gyűrűk is vannak ott, meg ott van az a kettő kristály, jó, ez elég egyértelmű, hogy itt, ja, csak ilyen szurkálósak. Milyen időközönként, milyen periódussal haladnak azok a... ott jön, nem jön? Mindegyikből jön a szúró? Vagy amin van valami azon? Jó, azokba is dukátok. Megszereztem, mi az a kis kék ott? Az lehet egy kék dukát. Vagy nagyon remélem. Vagy kint hagytam egyet, hogy... hadd nézem. 2x2. Jó. Ez egy percen belül. Mi van veled? Jó, mondjuk ez tényleg nem volt durva, de... Na, a lényeg. Szabotáljuk a Jaya Bomba gyártást. Hát a szabotálás elkezdődött, de úgy látom már ők is jönnek. Vagy ott... Oké. Erre már felkészültünk. A Toxic Waste című pályának resből. De úgy tűnik nem eléggé. Jó. Jó lesz. Innen most már jó lesz, rendben. A rúna. Következő, azt hiszem a második a pályán. Jó, de hát ezek általában úgy jönnek maguktól. Úgyhogy amiatt nem kell szerintem aggódni. Jó, megvan a középre. Mint a maze amúgy. Jó. Erre gondolom egy ilyen benyomás. És akkor... Hopsz! Ne. Ide. Csúszka. Jó! Ez az. Jó, így tudjuk szerezni a... de furcsa a ugrok. Nem, ugye nem lesz itt, de ott lesz. Na várj. Hopp! Duplán nem is lehet ugolni, úgyhogy azt jól idézítsd azt az ugrást. De meg lett nekem az a lényeg. Felvette a rúnát? Nem mintha itt lett volna? 3x4, jó, felvette, csak egyből úgy beleugoltam, vagy mi volt. És akkor itt nem, csak eltűnt, azt hittem, megvan, nincs meg, nem tudtam. Oké, és ne várjál. Ott megy a gyártás, jelenleg a zöldben mutat. A mutató. Jó, ott azokat kell tűzcsapással gondolom kiolvasztani. Meglátjuk milyen tennivalónk lesz még, és mit tudunk egyáltalán tenni. Itt van egy... Jó. Bomba, köszi. Rendben. Ott van még, akkor nézzük meg, tehát ott kristály is lesz, fentebb, mennyire mehetünk gyűjteni. Oké, azt hiszem beláttam a terepet. Ja, és túl melegszik, ez a hűte is rajta ott. Innen menjünk, ja nem, majd ott a másik oldalról kell teljesen. Itt van egy kincses láda, azt hiszem, ott. Jó lesz ez, jó lesz, remélem meg lesz minden, de ott jébet így Jaya Bomba, a brand. Nem csak egy kis életet látok itt elbújni. Oké, és rendben. Adjad, és ezt kihez, hova dobjuk? De az ellenfelekre? Hát dobjuk el akkor, hát igazából. Jaj, arra kellett volna, hogy ráessen. Jó. Most már mindegy, megoldjuk így is, hát nem gond, de ez nincs itt probléma. Úgy elég élvezetes. A harcrendszer is amennyi is van. Várjunk, arra is mehetek. Illetve itt fölfelé. Ja, a második fagyos rendszerhez. Négyet, vagy mennyi van? Egy, kettő, egy volt ez a második. Habár még most nincs is nálam az a tüzes. Azt honnan szerezhetnék? Teszem, amit tennem fel, igen, de... Na, ezzel felrobbantjuk. Bum. Ennél nincsen az a tüzes, azt honnan tudok szerezni? Mert egyet ott dobott a játék, de az csak simán ott volt.
ebből nem kapok, azokat leszedem, az azt hiszem nem azt ad. Úgyhogy, ja ott van egy, jó, ez kellett volna, ja ide le lehet jönni. Jó, ide le lehet jönni, ó, és itt egy kristály. Ez a baj a vízzel, amúgy nem tudom, hogy mikor, hogy működik a víz, hogy lemehetek-e, vagy pedig nem. De akkor szép nézik még, jó, itt más nincsen, na megyek fel, megint felugrálok. Megvan így a második, és akkor innen folytathatom, azt mondja, ott föl, vagy odafent is van. Na várj. Nézzünk szét. Tehát én láttam először is egy... láttam egy ládát. A másik oldalt láttam azt a kristályt. Megyek így sor, vagyis hát ahogy észrevettem, olyan sorrendben, vagy ahogy észrevettem. Úgy olyan sorrendben. Puff neki egy. Jó. Itt nincsen rejtett. Dukátok. Jó. Na itt a vízesés mögé. Jó. Ez is lehet nézni. Itt van az O betű, tehát a betűk megvannak. K.O. Jó. Akkor vízesés mögött megint. Hát oda érdemes mindig benézni. Kivéve amikor nem, ugye bár. Jó, akkor meg volt itt egy újabb tűz token. És akkor azt oda kell felvinni az utolsó... Hát gondolom... Már nagyon-nagyon pörkölőzik. Az utolsó jég... hűtőrendszer kiiktatására, ott van egy, meg ott a levegőben. Ja, megy ott az a platform. Az a platform elmegy odáig, de ahhoz pedig, ja ott kellett volna. Jó, semmi gond. Nem lesz ebből gond, majd átugrok érte. Jó, ez meg van, megnézem itt a földszintet, hogy itt mi újság, ott csillog fent valami. Hát itt fel lehet ugorni. Ez a szív. Darab. 4x4, tehát most már 5 szív lehet nála. Jó. Most még nem is vettem egyet se. Tehát mi lett volna, hogyha vásárolok, és azzal pedig feljutok. Jó. Akkor még nem sietem el, hanem megyek akkor itt a platformokat. Tehát itt van egy platform, ami elvisz ehhez a platformhoz, ez pedig tovább visz a kristályhoz, és akkor utána pedig ott kell folytatni, elmenni oda a jégtömbhöz, és azt is kiolvasztani, és akkor hát gondolom akkor az ott fel fog robbanni, tehát akkor így felhívjuk a figyelmét Jaya bajának, és ellátjuk a baját is. Oké, és akkor ide föl. És ezt eltörjük, és utána pedig ide. Ezzel mindenkinek segítek. Jó, hát gondolom. Oh. Na itt van, elő is jöttem már. Jönem! Buba! Ne az én műszakomban! Bubának kell gondolom. Bubának kell megvédeni a műszakot. Hát akkor menjünk, aztán beszéljünk vele, hogy én... A főnököddel akarok beszélni. Hoppá. Jó. Ő nem akar beszélni. Hanem támad. Wow! Több irányba. Hohoho! A pörőjt is eldobta. Oké. Jó kis miniboss volt. Na mit mond? Hadd halljam. Hey, te! Wow, újra jól vagyok, visszanyertem a régi énem. Hopp. Visszanyertem a régi énem. Nem kell megköszönni, a kesztyűmnek szuper ereje van. Tessék, nem is akartam megköszönni, főleg azután, hogy így megvertél. Csak így lehetett téged megmenteni, egyébként is biztos te is elvertél volna, ha nem én verlek ki a téged előbb. Lehetséges, na mindegy, quittek vagyunk. Nem egészen, segítettem neked, most neked kell segítened nekem, hol találom Jaya baját. Elpusztítottad a Jaya bombagyárat, a főnök nagyon bosszús lesz. Épp ez a terv, hol találom? Még sosem voltam Jaya Baya trónjánál, komolyan, de ha elmész és segítesz azoknak, akik a másik részlegen dolgoznak, biztosan találsz majd valakit, aki tudja és elmondja neked. Nem vagy valami nagy segítség? Tessék, itt van ez a kristály rúna, fogadd el ezt, hálám jeléül, ez majd a hasznodra válik. Na ez így már jobban hangzik, később még találkozunk. Buba? Ő volt Buba, azt hiszem. Na jó, van, jó kis majombarát, de akkor érdekes? Érdekes, hogy akkor elvileg valami megszállás, vagy valami furcsaság történt így velük,
és nem tudják, hogy ők kicsodák, vagy micsodák, viszont amit én tudok, hogy a pályát teljesítve 100%-ra. Erről van szó. Ezt már szeretem, az Aito dzsungel első pályán nagyon király volt, és akkor itt hoppá, komám. Na mit akar már? Mit akar? Szóval sikerült. Hallottam már robban. Minki. Még szép, hogy sikerült. Remélem, hogy az egész Joy a bombagyártásnak annyi. Hát igen, az nagyon-nagyon szuper. De most mihez kezdünk? Itt fogsz várni a főnök, ide nem jön. De hogy folytatom azt, amit elkezdtem, a dzsungelnek komoly segítségre van szüksége, ezért vagyok itt. Jól van, ha te mondod, akkor majd később beszélünk, de csak ha végre meguntad ezt a hősködést. Mi van? Minki. Nekem nem tetszik, ahogy beszél. Minki nekem nagyon furcsaságokat csinál. Főleg ez a kézmozdulatok meg... meg minden, hát... nem is tudom, hogy... mit mond... Oh. Az a rúna mindig ott volt? Biztos most jött elő, ahogy... ahogy én teljesítettem ezt a pályát, mert akkor ezzel már megvan ebbe a dzsungelvilágba is, nem? Hát nézzem, 2x3. 2x3. Bejártuk a helyet, de szétnézek, hogy mert ott voltunk, ott nem jött létre semmi, ott boxedzés, jaj, ott van. Ho. Nem, oda távolba figyeltem, hogy ott van a következő rúna, amit meg kell, vagy hát meg lehet, mondom inkább így meg lehet szerezni. És ezzel akkor ez is 100%, mert akkor ez a dzsungeles, ilyen fő helyszín. Tehát akkor a pályákat tekintve 100%, újabb 100%, de jó. Nagyon jó, nézzük már meg azt a vásárlást, mit tudok még venni. Hát a szokásos életet tudok venni, meg szívdarabot, illetve akkor nézzük a lényeget, milyen skinek. A skinek az a Jungle Throne-on. A Jungle Throne-nál lesz, illetve hogyha az Aito dzsungelben megszerzem az összes olyan betűt, szóval az csak a világ végén érhető lesz el. Itt lesz a folyami út feloldása 17 rúna után elérhető. Illetve itt van még egy másik pályad, az is ugyanúgy 17 rúna után, ez a Majon Park címet kapta. Mindkét pálya, és aztán azokon, hogyha megszerezzük még a gyűjteni valókat, akkor mehetünk a trónhoz ide felülre, mert ide összesen 23 kell.